Géza, Kálai Ferenc, Gézus tábori Nóra. Géza! Géza, nem hallasz? Halkítsd le a tévében, megsüketülök! Mit mondasz, Gézus? Nem hallom. A tévét! Halkítsd le, Géza! Süket vagy! Várjál, Gézus, lehalkítom a tévét! Mert nem hallom. Mi van? Most már semmi. Mi? Semmi. Jó, akkor felhangosítom. Gézus, gyere már be, most beszél az az izé. Kicsoda? Aki nem akarja a nyugdíjat emelni, az az izé. De kicsoda? Hát nem jut eszembe a neve. De hisz ez pont ő. A Fok Jenő? Nem, hanem az az izé, aki nagyon tud focizni. A Puskás öcsi? Nem, tudod, az a másik izé, de itt van a nyelvemen. A Gömbös Gyula. Ez nem halt meg. Kicsoda? Tehát az izé. Hát miért halt volna meg? Hát miért nem? Állítólag operálták. Mivel? Fekéllyel. Kit? Hát ezt az izét, aki meghalt. Mikor? Van már annak 10 éve is, farkasréten temették. Kit? Te mondtad. Mit? Hogy meghalt. Kicsoda? A Nándi. Tegnap mesélte szegény Juliska. Leesett a létráról. Hát mit keresett a létrán? Hát mi 20 000-re, de nettó. Gézus. Úgy ennék egy kis alma kompótot. Várjál, mindjárt hozok. Na, ne felejtsd el rászórni egy kis fahéjat. Tudod, úgy szeretem. Géza, te is kérsz kompótot? Ha már kimentél, akkor hozzál nekem is. Na, már itt is vagyok, de vigyázz, mert forró. Mi ez? Meleg szendvics. Na, ez finom ez. Olyan fura fahéjas íze. Te mondtad, hogy szúrja rá fahéjat. Mikor? Reggel, amikor borotválkoztál. Azt mondtad, hasgat. Mi hasgat? A derekom minden reggel hasgat. Jézus, ebben a hónapban kaptunk mi már nyugdíj? Várjál, be van írva a naptárba. Kaptunk. Mert emelték már a nyugdíjat? Csak fogják. 14%-kal. Nem 20-szal? Ki mondta, hogy 20-szal? Az az izé, aki ott volt, hogy írjunk alá. Mit? Mikor mit? Mit kérsz vacsorára? Azt mondták, hogy 20-szal fogják emelni. Meleg szendvicsú lesz? Jó, de nem kérek rá fahéjat. Milyen fahéjat? Ki mondta? Mit? Hogy mégsem lesz 20. Micsoda? Az emelés. Az az izé. Bajuszos? Nem. Az a fiatal szőke. Nincs bajusza. Hogy nincs bajusza? A nő. Hát így jól állna neki. Jézus, neked mennyire jön ki a 14? Kevesebbre, mint a 20. Differenciálni akar. Kicsoda? Hát az az izé. Bajuszos? Nem, a szaxofonú. A Clinton? Nem. Az a nő. Láttam a tévében, amikor fújta. Mit? Kicsoda? Mit fújt? Rizs felfújt. Már hónapok óta nem ettem. Kezdődik a bestia? Mely? A brazil.
Nem Izaura? Nem. Az bajuszos. Mikor jön a Jenci? Ki az a Jenci? Hát a Jenci, a mi fiunk. Ja, Jenci. A múlt héten volt. Tényleg? Hát nem emlékszel? Hozott füstölt oldalast. Nem is vagyok éhes. Csak egy kis hársfa teát innék. Mindjárt főzök. Mi? Amit kértél? Hát mit kértem? Te tudod. Te nem? Nem én kértem. Ez már a bestia? Nem. Ez már a Friderikus. Milyen meglepő. És milyen mulatságos. Mindjárt jön az az izé. Kicsoda? Az a szőrös. A Rex felügyelő? Nem, a Fábri Sanyi. Jön a Sanyi. Nincs rajtam nadrág. Most mostam ki. Minek? Lehetted valamivel. Mivel? Nem tudom, már kibostom. Megágyazzak? Nem is vacsoráztunk, na. Mit ednél? Na, nincs étvágyom. Mondtam, hogy ne egyél annyit. Egészen fel vagyok fújódva. Mitől? Hát biztos a babtól. Ezer éve nem főztem babot. Hát akkor holnap főzél jó kis bablevest. Majd, ha jön a nyugdíj. Jaj, Jézus, már 10 óra. Tegyük el magunkat holnapra. Megágyazzak? Jó, addig én megnézem az aktuálist. Már megint? Hát tegnap is láttad. Hát, hogy képben legyek. A nyugdíjemelésről lesz szó. Az az izé fog beszélni. A bajuszos? Az hát, tehát mindig ő beszél. Gizus, nem maradt egy kis alma kompót? Feküdj le. Hát, de nincs rajtam nadrág. Ki mostam el lehetted? Mivel? Mivel lehetted? Jó, hogy szakadt, Géza. Hát szép álmokat, Gizus. Holnap csinálsz egy kis alma kompótot? Ahogy akarod. Holnap jön a Jenci. Ki az a Jenci? Tudod, az a bajuszos. Ő hozza a nyugdíjat? Nem, ő viszi. Állandóan kölcsönkér. Hát miért adsz neki? De Géza, hát ő a mi fiunk. Jézus, mennyi is most a mi nyugdíjunk? Pontosan? Igen. Fillérre megmondom. Kurva kevés.